Országos döntőben Karuczka Adrien, nyomozás indult a Szolnoki kórház tűz miatt, megyei döntőben Kerekes József Lajos, 12 bűncselekmény a Duó rovásán. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2023. április 21-én 18 óra 5 perckor. Gyarmati Imre oktatóval beszélgettünk a Szent Annai Sámuel Református Középiskolában egy nagyon szép, összetett versenyről, ágazati vizsgáról, ahol egyik tanítványa, Karuczka Adrien bejutott a döntőbe. A környezetvédelmi ismeretek szakmai tantárgyi versenyének a második fordulóján van túl Karuczka Adrien, az iskola 12. évfolyamos hallgatója, aki ezzel bent van az országos döntőben. Az első forduló az egy elektronikus verseny volt felületen, online felületen, a második pedig egy írásbeli forduló volt Szolnokon, és most pedig szintén Szolnokon lesz a döntő, amely szóbeli lesz, erre készülünk most jelen pillanatban. A megadott követelményeket, a témaköröket még újra átnézik addig, hiszen ez nem egy szokványos verseny. Van egy fajta követelmény, amely ugye országosan közölve van az oktatási hivatal által, és a követelményrendszer alapján készülünk, mintha egyébként egy érettségi lenne, csak mi azt gondoljuk, hogy ennek a, igaz, hogy középszinten van a verseny, de a középszintnek is a legfelső szintjén találkozhatunk feladatokkal, témakörökkel, és igazából mintha egy érettségre készülnénk, csak gőzerővel. A versenyen a környezetvédelemtől kezdve az újrahasznosításig, a megújuló energiáig nagyon sok dologra kell figyelni. A környezetvédelemnek a területeit átöleli ez a verseny, illetve mint a környezetvédelmi alapismeretek és a környezettechnika, hulladékgazdálkodás, ökológia, biológia részleteket átöleli a verseny. Itt arra kell gondolni, hogy mint maga a környezetvédelem fogalma, ugye egy emberi tevékenység, amely intézményesített, és ugye arra hivatott, hogy a jelenlegi állapotokat őrizzük meg a környezetvédelemből, illetve az okozott károkat, amelyeket általában az ember okozott, hogy megszűnt ez a természetes körforgás, hiszen beleavatkoztunk mi emberek, ezeket helyreállítsa, valamint megóvja, ugye. Ez a prioritás egyébként, hogy megelőzni a környezetszennyezést. Ezen belül vannak ezek a területek, ugye hulladékgazdálkodás, talajvédelem, vízminőségvédelem, és ugye ezeket a témaköröket járjuk át. Kezdve itt a környezettechnika tantárgynak az önelemeivel, mint a víztisztítás, szennyvíztisztítás. Magyarázta az oktató, akitől megtudtuk, hogy tanítványával kísérleteket is végeznek. Ugye nekünk van egy nagyon szuper laborunk, nagyon szuperul felszerelt laborunk itt az iskolában. Gyakorlatilag nagyon magas színvonalon tudjuk végezni a vizsgálatokat. Nyilván nem akkreditált ez a vizsgálat, de a környezeti elemeket, mint például egy vízmintát meg tudunk oda-vissza vizsgálni különböző szennyező komponensekre, illetve mi ezt előnyben is részesítjük, hogy gyakorlatok alkalmával, illetve a nyári összefüggő gyakorlatok alkalmával kint vagyunk terepen, itt a hulladékkezelő létesítményekben, amelyek vannak a városban, illetve a környéken, környező szennyvíz, tisztító telepeken, tehát gyakorlatias képzésünk van itt. A versenyen szépen szereplő Karuczka Adrien számára egyfajta családi kötelesség is volt ezen a versenyen indulni. Azért választottam ezt a versenyt, mert igazából a nagypapámhoz is kötődik, aki a kutatóintézetben volt intézményvezető, hogyha jól tudom, és emiatt a környezetvédelmet nagyon kedvelem, és már egyszer szerettem volna elmenni versenyre, és tanár úr megkért, hogy menjek el. Írásbeli az nehezebb volt, de szóbelibe kicsit szerintem könnyebb lesz, próbálkozok. Az én kedvenc témaköröm a környezet-természetvédelem, ezeket jobban kedvelem, mert ebben tudnak apukámék is segíteni, aki szintén ilyen erdészet is volt, és így ezeket jobban tudom. Amit nem nagyon tudok, az a, hát ez az atomos dolgok, ezek a gamma sugárzás, meg a sugárzások,
De ez az, amit meg kell tanulni, tehát itt nincs mese. Igen, sajnos ez az, amit nem tudok megjegyezni, és próbálkozok vele minél többször, és akkor így talán sikerül. Árulj el a fiatal tehetség, akihez a különböző kísérletek is közel állnak. Mert ugye mamának a laborjában is, mikor dolgoztam, vagy így nyári dolgozásoknál, igen, ezeket szoktam csinálni, és így jobban tudom én is őket. Ugye én nem ebben a szakmában szeretnék tovább menni, hanem művészeti szakmába, Debrecenbe, de ha más nem, akkor apáiknál is ilyesmit csinálnak, és itt szeretnék elhelyezkedni. Nyomoz a rendőrség a szolnoki Hetényi Géza Kórház pszichiátriai osztályán történt tűzeset miatt. Tudtuk meg a Jászajkun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensétől. A Tószegi úti kórház egyik negyedik emeleti kórterme gyulladt ki március 16-án éjszaka. Csütörtökön este 8:30 magasságában sajnálatos tűzeset fordult elő kórházunk 7-emeletes épületének negyedik emeletén. Szerencsére a hatóságok és a kórházi kollektíva nagyon szoros együttműködése mellett sikerült kiüríteni az épületet. A betegeket sikerült elhelyezni kórházunk egyéb gyógyító osztályain, és ennek köszönhetően személyi sérülés nem történt. A rendőrség és a katasztrófavédelem helyszínelése és tűzvizsgálata jelen pillanatban is zajlik. Ekkor fog kiderülni, hogy mi lehetett a tűz valódi oka. Erről pillanatnyilag még nem tudok felvilágosítást adni. Úgy gondolom, hogy köszönet illeti minden résztvevőt vonatkozásában a teljes kollektívát, hiszen a katasztrófavédelem rendkívül gyorsan eloltotta a tüzet. Az országos mentőszolgálat mentés irányítása mellett a betegeket sikerült a kollektíva bevonásával nagyon sokszor sietve és mégis nagyon körültekintően eljárva átköltöztetni különböző épületeinkbe. Szerencsére volt kellő férőhely kapacitásunk ahhoz, hogy ez megtörténhessen, és ennek eredménye is az, hogy nem történt személyi sérülés. Nagyon szorosan és nagyon hatékonyan sikerült együttműködni a különböző hatóságoknak és a kollektívának, ezért én magam is köszönettel tartozom a sajnálatos esemény kapcsán az együttműködés vonatkozásában. A tűzoltók néhány órán belül eloltották a lángokat, a kórházban senki nem sérült meg. A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálati eljárás során vizsgálták. A szolnoki rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett közveszély okozása vétség miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen a szolnoki Hetényi Géza kórházban 2023. március 16-án keletkezett tűzeset kapcsán. Az eljárást a rendőrség szakértők bevonásával folytatja. A rendőrség gondatlanságból elkövetett közveszély okozás miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen. A Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium diákja Kerekes József Lajos angol nyelvi versenyen bejutott a megyei döntőbe. Vele és oktatójával, Talmácsné Rózsa Hajnalkával beszélgettünk erről. A 10. évfolyamosok számára angol nyelvi megyei verseny volt kiírva, ahol Kerekes József bejutott a megyei döntőbe. A legutóbbi verseny, ami tényleg eredményesen, hát nem mondhatom még azt, hogy zárul, de folyamatban van. Ez a 10. évfolyamosok számára kiírt angol nyelvi verseny, megyei verseny ez. Iskolánkból 6 tanuló jelentkezett. Az első fordulót itt írták a gyerekek az iskolában. Egyébként 3 kategóriában indulhattak a versenyzők, a mieink az első kategóriába tartoztak. Az utolsó napokban is volt még néhány szabály, amit átnézett tanítványaival tanáruk. Az iskolai fordulót a gyerekeink itt írták nálunk, tehát összesen 6 fő, és az egyikük tovább jutott a döntőbe, nevezetesen Kerekes József, 10. osztályos tanuló. Egyébként több mint 500 nevező volt megyei szinten, talán 536, ha jól emlékszem pontosan, 29 iskola nevezett összesen, és a döntőbe 40 diákot hívnak be. Az első forduló, azaz az iskolai forduló, az egy írásos forma volt, a döntő pedig szóbeli lesz. A szóbeli 2 részből áll, egy úgynevezett interjú részből, ahol ugyanazok a témakörök fordulnak elő, ami a
tankönyvekben is módszeresen, illetve az érettségi témakörei, vagy akár a nyelvvizsga témakörei, mint a család, szabadidő, utazás, szórakozás, egészség, betegség, stb. A másik fele pedig egy képalapú önálló témakifejtés lesz. Tehát én azt gondolom, hogy tudunk célirányosan készülni, illetve egész évben ezt tesszük, hiszen témakör specifikusak a tankönyveink, és hát Józsi olyan szorgalmas, hogy tényleg nagyon kevés ösztöke kell a számára, és mindig ügyesen szerepel órán is, vagy akár órán kívüli megmérettetésen is. Kerekes József Lajos számára az angol nem okoz nehézséget. Én fontosnak tartom az angolt, de nem tudom megmagyarázni, szavakba önteni, hogy szerintem mégis miért fontos. Csak maga fontos, mivel szerintem a mai világban már szükségünk van az angolra is, hogy csak boldoguljunk normálisan az életben, és még külön kertelésből is nagyon jó érzés angolul beszélni például, vagy írni, vagy hallgatni dolgokat, vagy pedig csak új videókat nézni. A verseny írása közben már érezte, hogy jól sikerült megoldania a feladatokat, de 100%-ig nem volt benne biztos. Én igazából személy szerint át fogom nézni azért a párbeszédről, és igazából maga arra részre szeretnék kitérni, ahol szemtől szembe nézni, mert elég ideges tudok lenni, hogyha a nagy közönség előtt kell beszélni. Az angol mellett más nyelvet is tanul hobbi szinten. Igazából saját magam hobbi szinten egy picit tanulok spanyolul. Miért van spanyolul? Nem tudom, az úgy a második legelterjedtebb nyelv szerintem, mivel Amerikában az angol és a spanyol a két legelterjedtebb nyelv szerintem. Fogdán várja a két jelszapáti gyanúsított a bíróság döntését, akiket a jársági rendőrök összesen 12 bűncselekmény elkövetése miatt vettek őrizetbe. Mozgalmas volt a március hónap eleje a jászapáti rendőröknek. Először 2023. március 10-én érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint betörtek egy jászapáti belterületén található raktárba, ahonnan kézi szerszámokat, üdítő italokat és szeszes italokat loptak el több mint 500 000 forint értékben. A következő bejelentés 16-án érkezett a hatóságokhoz, ekkor egy helyi ingatlanból tulajdonítottak el több liter pálinkát. Szintén ugyanezen a napon a központban lévő buszmegállóból lovasítottak meg egy elektromos rollert. A jászapáti rendőrök adatot gyűjtöttek és elemezték a rendelkezésre álló kamerák felvételeit, melynek elemzése során beazonosították a bűncselekmények feltételezett elkövetőit. A rendőrök a 21 és 24 éves helyi férfiakat 2023. március 20-án előállították a jászapáti rendőrösre, majd a nyomozók több rendbeli lopás megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Kiderült, hogy a 21 éves jogsértő a társa által még 2022. decemberében egy helyi ingatlanból lopott láncfűrészt és baltát értékesítette úgy, hogy tudta, azok lopottak. Így pénzmosás büntet elkövetése miatt is felelnie kell. A nyomozók azt is megállapították, hogy a duónak már van folyamatban lévő korábbi ügye, így azokat egyesítették. A 21 éves terheltet összesen 4, 24 éves társát 8 bűncselekménnyel gyanúsítja a nyomozóhatóság. Őrizetbe vételüket követően előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!